Csak ugyanez megmarad egyébként, hogy ez a fa. Fercsák Róbert polgármester a Hadik utcai épületet járja be éppen a kivitelezővel. A munkálatok néhány napja megkezdődtek, az épület áramtalanítása már megtörtént. Az orvosi rendelő összesen 52 millió forintból újulhat meg. Az úgynevezett területfejlesztési források elérésével Bács-Kiskun megyében több mint 63 milliárd forint fejlesztési projekt fog megvalósulni, és ebből Baján 4 és 5 milliárd forint között, és ennek egyik része a két orvosi, házi orvosi rendelőnek a megújítása. Az összegből 47 millió forintot ebből a forrásból fedeznek, az 5 millió forintos önrészt pedig az önkormányzat biztosítja, tette hozzá a polgármester. Simon László építésvezető elmondta, a teljes körű felújítás után szinte már csak az épület házszáma marad a régi. Az épület teljes energetikai korszerűsítése készül, ami azt jelenti, hogy homlokzat hőszigetelés, nyílászárók cseréje, új fűtés, új kondenzációs kazán, új radiátorok, teljesen új gépészet, víz, csatorna, fűtés. Az orvosi rendelő jellege megmarad a jelenlegi, két rendelős orvosi rendelő lesz kialakítva. Az építészeti munkák tulajdonképpen a homlokzat és a tető teljes rendbehozását érintik. Ezeken felül megújul a vizes blokk is, ahol akadálymentes mosdót is kialakítanak. A tervek szerint a munkálatokkal nyár végére el is készülnek, tette hozzá az építésvezető. Dr. Cuk Antal és Dr. Völgyi Balázs rendelése pedig a munkálatok idejére új helyre költözött. Dr. Cuk Antal az I.S. Gyula utca 6. szám alatt található rendelőben, míg Dr. Völgyi Balázs a Márton Szállási út 89. szám alatt, az egykori bolthelyén várja a betegeit.